Iskolai és óvodai környezetvédelmi akciók kezdődtek pénteken Kecskeméten. A Béke Általános Iskolában reggel fát ültettek a diákok az udvaron. Ez a különleges szerkezet pedig egy palackprés, amelyhez természetesen szelektív gyűjtő kuka is társul. Azért helyezték ki az eszközöket az intézményben, hogy a fiatalok megtanulják, hogyan kell helyesen gyűjteni ezt a különösen problémás hulladéktípust. Az iskola előtti kertben egy madárodút is felszereltek az iskolások. A kecskeméti Katona József gimnáziumba járó fiatalok megtisztították a környéket az eldobált hulladéktól. Az iskolájuk körül a Boldogasszony téren és a Temes téren szedtek szemetet. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói bemutatták és meglocsolták az általuk ültetett osztályfákat. Délután a kecskeméti Széchenyi Városi Arany János Általános Iskolában és a Kálmán Lajos óvoda Boróka utcai óvodájában is volt faültetés. A református gimnázium ifjai azt mutatták be, hogyan lehet Kecskemét külső részeiből a belvárosba biciklizni jó útvonalakon, népszerűsítve a környezetbarát közlekedési eszközt. A Hunyadi Városi Korvina óvoda ifjúságúti óvodájában az egy nap autó nélkül elnevezésű rendezvényen játékos kerékpáros ügyességi vetélkedő várta a kicsiket. A gyerekek nem csak ügyességüket mérhették össze, de közlekedési ismereteiket is bővíthették. A piarista gimnázium kalazancius cserkész csapata pedig rendbe tette a piarista rendház kertjét. A pénteki rendezvényekről és hasonló megmozdulásokról is olvashatnak a jövőben a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Által üzemeltetett klímatudatos Kecskemét elnevezésű Facebook oldalon, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy fóruma legyen a környezetvédelemért tenni akaró kecskemétieknek.